Egyébként 2008-ban 112 éves pozitív rekord dőlt meg a gyermekvállalásokat tekintve. Megfordult ez az általánosnak vélt állítás, miszerint elkerülhetetlen a gazdag országokban a gyermekvállalás csökkenése. Az utóbbi években több mint 200 fejlett állam jutott el arra a fejlettségi szintre, hogy a növekvő jólét nem kevesebb, hanem több gyermek születésével jár együtt. Nem kell tehát beletörődni az elkerülhetetlenbe. A pozitív tendenciák azonban sajnos nem egységesen figyelhetők meg. Ma még nincs egyértelmű válasz arra, hogy Olaszország, Ausztria, Németország társadalmában mi is hiányzik egy francia, angol vagy svéd modellhez képest a nők gyermekvállalását vizsgálva. A kérdés egyébként már csak azért is izgalmas, hiszen a jóval konzervatívabb családmodellre rendelkező olasz vagy spanyol termékenység jelentősen elmarad a nyitottabb társadalmú skandináv vagy francia területek adataitól. Ma nagy bizonyossággal az jelenthető ki a legtöbb elemző szerint, hogy a gazdasági ösztönzők mellett, és utalok itt most, amiért jöttünk az alkotmányra, a nők és a sok gyermeket vállaló családok helyzetének javítása, minél nagyobb és sokrétűbb társadalmi elismertsége kulcsfontosságú abba, hogy melyik ország képes megfordítani a demográfiai trendeket. Ezek alapján kérem képviselőtársaimat, itt és most az alkotmány vitájába tényleg vegyünk komolyan minden olyan javaslatot, ami az új magyar alkotmányba beépítve, ideértve legalábbis deklarálási szinten a születéstől járó szavazati jogot, vagy az időskori nyugellátásnak a felnevelt gyerekek számához való kötését fontoljuk meg annak tekintetében, hogy véleményünk szerint minden ilyen lépéssel, ha csak egy kicsit is segíthetünk ezen folyamatok helyreállítására és egy közép-hosszú távú szinten a magyar társadalom fönntartására. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! 2 percre megadom a szót Balczó Zoltán, jobbikos képviselő úrnak. Elnök úr, köszönöm a szót! Ülésvezetői feladata miatt kissé megkésve kell reagálja két felszólásra. Az egyik Turikovás Béla és Kővári János felszólása, amit a Jobbik tapsával fejeződött be, hiszen talán eltérő megfogalmazással, de mind a ketten hitettettek amellett, hogy az alkotmánnyal kell rögzíteni a magyar nemzeti vagyon a föld, a vízkészletnek a nemzeti tulajdonban tartását. Ezzel teljes mértékben egyetértünk. Én arra kérem önöket, hogy amikor a végső döntése majd sor kerül a normaszöveg kapcsán, egy általunk eddig ismeretlen vidéki szállodában, nem látok kivetnivalót, valószínű a nemzeti együttműködés végül ott fog befejeződni, akkor is képviseljék ezt. És képviseljék akkor is, hogyha az európai parlamenti képviselők Szájer József és Julián László hazajönnek Brüsszelből és mást mondanak, mi ezt szeretnénk elvárni önöktől. A másik reagálásom az az államfői státusszal kapcsolatos kérdése vonatkozik. Nyilván alkotmányban a közjogi rendszert rögzíteni kell. Parlament, államfő, kormány, ügyészség, bíróság egymáshoz való viszonya. És akkor felolvasok ebből a koncepcióból egy mondatot. Az alkotmány tartalmazza olyan klauzulát, amely lehetővé teszi a törvényhozó számára, hogy külön törvényben más feladatot és hatáskört is meghatározzon a köztársasági elnök számára. Vagyis mi történik például 2014-ben, 15-ben lejár a jelenlegi államelnök mandátum, a 14-ben egy egyszerű többségű parlament új, komoly hatásköröket határoz meg egy egyszerű többségi törvényben, átalakítja a magyar közjogot, és ennek következtében létrejön a prezidenciális magyar köztársaság egyszerű törvénymódosítással. Ennek a veszélyét mérjék föl. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 2 percre megadom a szót Salamon László képviselő úrnak, Kereszténydemokrata Néppárt. Köszönöm a szót, elnök úr! Hát két dologra is szerettem volna reflektálni, hisz ott Mári Kristóf felszólására, meg most Balczó Zoltán is mondott egy lényeges észrevételt, és a 2 perc miatt választanom kell Balczó Zoltán észrevételére. Egy magyarázatszerű választ szeretnék tenni, hogy mi ez a passzus. Képviselő, ez a passzus a mai alkotmányban is megtalálható, és ennek egy jogi technikai szerepe van. Jelesül, a mostani alkotmány sem sorolja fel kimerítően a köztársasági elnök hatásköreit, hanem még számos hatásköre van, például a község alapítás.
tudatosításnak a joga, ami nincs benne az alkotmányban. Tehát egyszerűen úgy épül fel a jogi szabályozás struktúrája, már most is, hogy bizonyos hatásköröket külön törvény szabályoz. Vagy például a köztársasági elnöknek van joga saját hivatali szervezetét kialakítani, erről is, erre is van egy felhatalmazása, amit nem az alkotmány tartalmaz. Tehát voltak éppen azzal állunk szemben, egy kicsit a téma emlékezetünkbe kell, hogy idézze azt a kérdést is, hogy kisebb alkotmány, hogy a mai alkotmány, ami terveink szerinti meghozandó alkotmányhoz képest terjedelmesebb. A mai alkotmány is kényszerűen él ezzel a jogi eszközzel, hogy bizonyos hatáskörök megállapítását törvényre bízza. Ez természetesen semmiféle alkotmányos, hogy mondjam, anomáliát nem tud kelteni, mert a leglényegesebb hatáskörök és a hatáskörök korlátai, hatáskör adás, alkotmányos, garanciális korlátai azért magában az alkotmányban benne van és kiolvasható. Tehát én csak meg akarom nyugtatni a képviselő urat, hogy ez a rendelkezés, amit felolvasott, nem szól többről és nem szól másról, mint arról, hogy jogtechnikailag biztosítsuk azt, hogy az elnök nagyon sok, még alkotmányban fel nem tüntetett hatásköre törvényben megjelenhessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Balczó Zoltán képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm a szót, tisztelt képviselő, nem tudott megnyugtatni. Egyébként az, hogy a oly sokat emlegetett 49-es, 20-as törvényre most úgy hivatkozunk, mint amiért fontos, hogy mi van benne. Én olvastam, igen, hasonló benne van, nem ennyire karakteresen a hatáskör. Az, hogy bizonyos technikai döntéseket az államelnök önmaga hatáskörében meghozhat a saját munkaszervezetét, akkor azt mondom, adott esetben bármennyire részletnek tűnik, ezt is bele kell venni, mert még egyszer mondom, akkor azt mondom, hogy ezzel eddig nem éltek, akkor nevezük visszaélésnek. De az, hogy egy egyszerű törvényben az országgyűlés bármilyen más feladatot és hatáskört, bármilyet meg tud fogalmazni, ebbe bizony ennek a veszélye, akárhogy nézem, benne van. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 perccel megadom a szót Gulyás Gergely képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én is Balczó képviselőtársunk felszólására szeretnék reagálni, és én is szeretném őt megnyugtatni, hogy szerintem ez a szövegjavaslat ezt a veszélyt nem rejti magában. Független attól egyébként, hogy lehet, hogy érdemes egy fél mondatban megemlíteni azt, hogy a köztársasági elnök szabadon szervezi a saját hivatalát a költségvetési keretek között, ezzel én még egyet is értenék, de ugyanakkor arra szeretném képviselőtársam figyelmét fölhívni, hogy az alkotmány egyértelmű kereteket jelöl ki, tehát olyan törvényt nem lehet hozni, ami az alkotmány ellentétes. Ezért aztán, ha valaki olyan törvényt próbálna meg feles többséggel hozni, amiben mondjuk a kormányzást azt valamiféle elnöki jogkörként tünteti föl, akkor az azonnal alkotmány ellenessé válna, hiszen az alkotmány azt világosan tartalmazza, hogy a kormánynak milyen feladatai vannak, az országgyűlésnek milyen feladatai vannak. Az alkotmány kereteket jelöl ki, és ezeket a kereteket egyszerű feles törvénnyel nem lehet megváltoztatni. Úgyhogy ezért azt remélem, hogy bizonyos tekintetben sikerült esetleg megnyugtatni képviselőtársamat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Salamon László, kereszténydemokrata képviselő úr, hat illeti a szó 2 percben. Köszönöm, elnök úr, én akkor, ha megengedi, Szatmári Kristóf felszólalására szeretnék reflektálni. Először is, amiről Szatmári Kristóf beszélt, az fundamentális kérdés. A demográfiai viszonyok alakulása a magyar nemzet fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú probléma. Azok a tendenciák, amik itt néhány évtizede fennállanak ezek, ha nem változnak meg, végzetesek lesznek a magyarság jövőjére. Ezt azért bocsátottam előre, mert minden olyan felvetéssel, ami ennek a problémának a kezelését jelenti, legyen az törvényben, bárhol, akár alkotmányban is megjelenő, én is azt gondolom, hogy feltétlenül foglalkozni kell, és nem szabad félredobni. Így elfogadom, hogy a gyermekek szavazati jogáról is lehet gondolkodni. Ezzel együtt
Képviselő mondta, hogy hol vannak a korlátai a eszközök igénybevételének, csak hátralévő 50 másodpercen fölvetnék olyan dolgokat, amiket végig kéne gondolni. Jelzem, hogy én nem vagyok meggyőzhetetlen. De a következő problémákat látom. Az első, személyes véleményem szerint a választójog személyes döntést igénylő jog, olyan, mint a házasságkötés. Úgy gondolom, hogy ebben helyettesítésnek nem lehet helye. A másik kérdés, fölvetheti a választójog egyenlőségének a kérdését, mert azért ez a kérdés mégiscsak úgy merül fel, hogy egyes emberek által gyakorolható szavazatok száma a többiekhez képest eltér. A harmadik pedig gyakorlati problémákat vet fel, például mire szavazhatnak a szülők a gyermek nevében, hogyha a szülők véleménye és pártpreferenciája eltér egymástól. Tehát gondolkozzunk ezeken a kérdéseken, nem mondom, hogy nem, de alapos megfontolást igényel a felvetés. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 percben Balczó Zoltán, jobbikos képviselőgat illeti a szó. Reményeim szerint utolsó felszólással akasztom meg a menetét a tárgyalásnak, de valóban talán egy villamosként megfejtve ezeket a passzusokat nem is illik ilyen magasan kvalifikált jogászokkal vitáznom, de azért mégis hagyd mondjak valamit. Gulyás Gergely azt mondta, hogyha egy ilyen egyszerű többségű törvény gyakorlatilag az alkotmány alapjait választja meg, hát akkor alkotmány ellenesnek kell tekinteni. És akkor mi lesz? A jelenlegi helyzet szerint, az alkotmánybíróság jelenlegi jogosultsága szerint mi történne? Emberi életet, méltóságot sért esetleg ez a kérdéskör? Nem. Az alkotmánybíróság megsemmisítheti? Nem. Vagy hagyj olvassa most a koncepciót. Mit írtak itt? Nagyon-nagyon faramuci dolgot. Az alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, alkotmányellenesség esetén megállapítja annak jogkövetkezményeit. Tehát itt sincs kimondva, hogy az alkotmánybíróság fehéren-feketén rendelkezik azzal a joggal, hogy az alkotmányellenesség esetén megsemmisítse. Tehát csak arra akarok utalni, hogy remélem valamilyen szinten igyekszem megnyugodni, de pont az arra való hivatkozás, hogy egy egyszerű többségű törvény azért nem változtathat, mert hiszen akkor alkotmányellenes helyzet alakulna ki, pontosan azt nem látom, hogy fog rendelkezni az alkotmánybíróság azzal a határozott jogkörrel, hogy ezt megakadályozza. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő 2 perces Gulyás Gergely, képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Tovább folytassam Balczó képviselőtársa megnyugtatását. Szeretném jelezni, hogy az alkotmánybíróság még a jogkörmódosítást követően is rendelkezik most mindezekkel a jogosítványokkal, hiszen a jogkörmódosítás az kizárólag költségvetési tárgyú törvényeknél vette vissza a megsemmisítés lehetőségét, és ott is csak akkor, hogyha emberi élethez, méltósághoz való jogot, illetve más egyéb ott említett alapjogokat nem sért. Tehát ez ma sem vonatkozik erre. És egyébként pedig azt egy jogos felvetésnek tartom, hogy elég dodonai módon fogalmaz az alkotmánybírósággal kapcsolatosan a koncepció. Nyilvánvaló politikai okai is voltak ennek, hiszen azt követően, hogy mi egyedül maradtunk, a frakciószövetség egyedül maradt a bizottságban, mi a demokratikus eljárás keretében úgy gondoltuk, hogy ezt majd részletesen itt megtárgyaljuk, de ebben külön is szeretném Balczó frakcióvezető helyettes urat megnyugtatni, hogy olyan alkotmánybírósági hatáskörök lesznek, amelyek a jelenleginél is sokkal hatékonyabban fogják védeni azt az alkotmányt, ami szerintünk már csak a legitimációjánál is fogva védelemre lesz érdemes. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Salamon László, képviselő úr, KDNP. Köszönöm, elnök úr, az Alkotmánybíróság. Tehát képviselő úrnak figyelmébe ajánlom a most hatályos alkotmányt, akkor nem számoltam meg, de olyan 6-7 sor van a most hatályos alkotmányban az Alkotmánybíróságról, és annyit mond a hatásköréről, hogy megsemmisíti az alkotmány ellenes jogszabályokat és gyakorolja egyéb hatáskörét. Egyébként pedig kétharmados törvények fogják szabályozzák, kétharmados törvényre bízza az alkotmány most is, az Alkotmánybíróság hatáskörének a meghatározását. Most, hogyha a képviselő ezt megnézi, és összeveti a koncepcióval, akkor
valóban egyetlen egy különbséget lehet látni, hogy nem az szerepel a koncepció szövegében, hogy megsemmisíti az alkotmány ellenes jogszabályokat, hanem az szerepel, hogy megállapítja az alkotmány ellenesség jogkövetkezményét. Én most is állítom, hogy ez pontosabb. Tudnélik, ma sem igaz, hogy az alkotmánybíróság minden alkotmány ellenes jogszabályt megsemmisít. Mert az alkotmánybíróság alkotmánybíróságról szóló 89 évi 32-es törvénynek vannak olyan rendelkezései, amikor alkotmány ellenesség esetén nem történik megsemmisítés. Például a mulasztásban megnyilvánul alkotmány ellenesség, amiről az alkotmány hallgat, abban az esetben az alkotmánybíróság nem semmisít meg semmit, hanem felhívja a jogalkotót a mulasztás pótlására. Tehát tulajdonképpen most nincs összhang az alkotmány és az alkotmánybíróságról szóló törvény között, és a mi megoldásunk mellett természetesen lehet összhang ilyen megfogalmazás mellett, amit Gulyás Gergely Dodonainak mond, szerintem lehet összhang, mert ez egyáltalán nem zárja ki, és nyilvánvalóan szükség is van megsemmisítési jogkör, ezt én is megerősítem, és ez a sarkalatos törvényekben benne lesz. Egyszerűen arról van szó, hogy kodifikációsan egy korrektebb, bár kétségtelen, hogy a sarkalatos törvényekre bízott és ott rendelkezésekkel kitöltött tartalmát adjuk meg az Alkotmánybíróság eszközrendszerének és hatáskörének. Köszönöm szépen. A két percesek soga lezárult. Megadom a szót Gaudi Nagy Tamás képviselő úrnak, Jobbik. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak! Én szeretném most a most folyó vitát visszavinni egy olyan mederbe, amiről tegnap a vezérszónoki beszédben már szóltam, de néhány gondolatot még szeretnék ebben a körben kifejteni, nevezetesen a történeti alkotmány és a magyar állam történeti jogfolytonosságának helyreállításának kérdésköre. Utána pedig szeretnék azért néhány konkrét észrevételt is tenni a koncepcióval kapcsolatban, különösen az alapvető jogok körét illetően. A fő és megkerülhetetlen kérdés ezzel a vitával kapcsolatban továbbra is az, mindenfajta egyébként nagyon fontos és részintézményt érintő alapvető jogot, vagy társadalmi állami berendezkedés érintő kérdéshez képest tehát az, hogy tudunk-e megfelelő és pontos választ adni arra a történelmi követelményre, ami most oda feszül minden képviselő felé, oda nyomul minden politikai erő vállára. Mi ez nevezetesen? Az, hogy tulajdonképpen ebben a helyzetben elvileg négy utat lehet követni, láthatóan különböző politikai erők négy irányba mennek az alkotmányozással kapcsolatban. Valakik azt mondják, hogy egyáltalán nem kell semmit tenni, ez a sztálini alapon nyugvó, de liberális gyökerű alkotmány, ez tulajdonképpen jó, és tökéletesen tükrözi a magyar emberek és a magyar történelem lenyomatát, érdekeit megfelelően szolgálja, ezért nem kell rajta változtatni. Másik megoldási javaslat lehet az, ugye, hogy a formális értelemben módosítani ezt 1949. évi 20-as törvényt, és beilleszteni egy-két olyan elemet, átszámozni adott esetben, ünnepélyesebbé tenni, beemelni néhány olyan rendelkezést, ami úgymond legalább formálisan közelíti azokhoz a történeti alkotmányból fakadó követelményekhez, amelyet pedig igenis szolgálnunk kell. Ez a megoldás semmilyen formában nem alkalmas a célra. A harmadik megoldási lehetőség az, amit most a kormánytöbbség követ, mely szerint előterjeszt egy új alkotmánynak nevezett dokumentumot, ami ugye a klasszikus alkotmányjogi megközelítésben egy kortiális alkotmánynak egy újra megalkotott, egy egységes szövegezetű formája, amely hivatkozik arra, ugye ebben a kormánytöbbség, hogy egy olyan társadalmi támogatást kapott, amely ezt számára feltétlen módon lehetővé teszi. És kísérletet tesz arra, hogy a preambulumban, illetve az alapvető rendelkezésekben néhány elemet megjelenítsen abból a kincses tárból, amit a mi történeti alkotmányosságunk jelent, és tulajdonképpen megpróbál egy olyan látszatot kelteni, mintha ezzel lényegében elvégezte volna a történelem által ránk rótt munkát, mégpedig a negyedik megoldásban rejlő munkát, ami szerintünk az egyedül üdvözítő és irányadó lehet, mégpedig az, hogy mindenfajta kompromisszum kötések nélkül, a modern kor követelmének megfelelően tegyük meg azt a lépést, amit már
67 év óta vár a magyar társadalom, mégpedig az, hogy állítsuk helyre a magyar állam történeti jogfolytonosságát, ami 1944. március 19-én megszakadt. Én azon az állásponton vagyok, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom is ezt vallja, bár a vitában ugye részt veszünk, és elmondjuk a koncepcióval kapcsolatos részletes véleményünket, és megtesszük módosító javaslatainkat, hogy ez a negyedik út lenne az üdvözítő. Jöhet már is a kérdés, hogy akkor a részletekben menően, akkor hogyan gondoljuk, hogyan szeretnénk ezt megvalósítani. Természetesen nem